Köszöntöm a Közéleti Magazin nézőit! Több útszakasz is megújult Bonyhád és Dombóvár térség választókerületében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség képviselője Harcon, Kölesden és Grábócon is arról beszélt, hogy a kormány által elindított pályázatoknak köszönhetően egyre több kis településen tudnak az ott élők életminőségét javító fejlesztéseket végrehajtani. Közös szalagátvágás Harcbel területén, a településen a Magyar Falu programnak köszönhetően három utcában újították fel az útburkolatot. Az önkormányzat 28 millió forintot nyert a munkákra. Az átadom Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu programnak köszönhetően egyre több kis település válik a korábbinál sokkal vonzóbbá. Sikerült egy-egy utcát, egy-egy útszakaszt felújítani, így Harcon, Kölesden és Grábócon. Harcon a Kossuth utcában, illetve három utcában egy-egy szakasz, de a Kossuth utca volt a leghosszabb, ott 28 millió forintot nyertek a Magyar Falu programban. Ezen a napon nem csak Harcon, hanem a Bonyhádi választókerület két másik településén is adtak át felújított belterületi útszakaszokat. Kölesden egy több mint 400 méteres forgalmas szakasz újult meg 15 millió forintból. Ezt a fejlesztést egy belügyminisztériumi pályázat tette lehetővé. Ezek a felvételek pedig már Grábócon készültek. A településen a polgármesteri hivatal előtti utat burkolták újra a szakemberek. Erre a munkára a Magyar Falu program adott lehetőséget. A település 12 millió forintot nyert a kormány pályázatán. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az átadás után azt mondta, Grábóc a körzet egyik legszegényebb települése, ezért is tartja különösen nagy jelentőségének az itteni útfejlesztést. Azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, hogyha a gazdasági vérkeringésbe és akár a hazai turizmusba jobban be tudnánk ezt a települést kapcsolni. Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy a Bonyhádi választókerületben az elmúlt időszakban az útfejlesztések mellett számos közintézményt újítottak fel. Az elmúlt időszakban tényleg azt lehet elmondani, hogy több intézményt tudtunk felújítani, legyen szó akár a községházákról, orvosi rendelőkről, óvodákról, iskola fejlesztésekről, és különböző útberuházások, járdaépítések is zajlottak a körzetben. Ezek a felvételek néhány nappal később Závodon készültek. Itt egyszerre több felújított útszakaszt is átadott Potápi Árpád János. Nem egy-egy utat jelentett, hanem Závod esetében három utcának a felújítását jelentette, jelentős forrásokat, mind a Magyar Falu programból, mind pedig a belügyminisztériumi keretből. Tevelen ugyanezen a napon szintén átadott egy felújított útszakaszt a térség országgyűlési képviselője. Idén a Magyar Falu programnak köszönhetően összesen egyébként 170 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhatnak a kistelepülések. Több mint 30 millió forintból indított csapvíz népszerűsítő programot az Erővízi Közműz ZRT. Az Európai Uniós pályázaton nyert pénzből indított rendezvénysorozattal a vízfogyasztók szemléletét szeretnék átformálni. Nagyon élvezték a gyerekek az Erőv ZRT által kezdeményezett csapvíz népszerűsítő programot Alsónyéken. A picik rövid ismertetőt hallhattak a vízkörforgásáról, vagy a környezetvédelem fontosságáról, amiket a tablókon keresztül meg is nézhettek. A programsorozattal a környezet és a vízvédelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az óvodásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig készülnek programmal. A vízfogyasztóknak a szemléletét szeretnénk átformálni a vízhatékonyságra, vízvédelmével kapcsolatban a környezeti energetikai hatékonysági program keretei belül az Erővízi Közműz ZRT uniós forrásból 30 millió 89 ezer forintot nyert, teljesen európai uniós finanszírozással, és egy ünnepségsorozatot, egy rendezvénysorozatot szeretnénk a gyerekekkel kezdeni itt az Alsónyéki óvodánál. Ugye három régió van a vízi közmű területén, és akkor majd megyünk az északi régióba is, és a központi régióban is szeretnénk rendezvényeket tartani, de déli régióban kezdtük először. Az Erőv ZRT munkatársai a Szekszárdi Vármegyeházán a város születésnapján tartották első felnőtteknek szóló szemléletformáló rendezvényüket. Gyermekelőadásból viszont az Alsónyéki volt az első.
További tervezett előadások megtartásában reménykednek, de nem tudják még, mit hoz a vírus helyzet. Vízvédelmére szeretnénk kitérni a gyerekeknek. A bemutatkozásomon említettem, hogy addig nincs probléma, amíg a csapot megnyitjuk otthon, természetes a fürdéshez, a locsoláshoz, a különböző felhasználásokhoz, de mikor nincsen víz, akkor veszük észre, hogy milyen nagy problémát is jelent, és erre vízre nagyon kellene vigyázni, és az óvodásoknak, hogy a gyermekeiknek, az unokáiknak is jusson víz, sőt meg az utókornak, utánuk lévőknek is, és különböző tablóképeken mutatjuk be a földvédelmét, a vízvédelmét és a víznek a hatékonyságát, illetve a tisztítási folyamatát, hogy hogy kerül el egy településre. És több megszólítási módot kerestünk, lesz fotópályázatunk, rajzpályázatunk, és különböző civil szervezetek is részt vettek a pályázatunk beadásában, akár a nyugdíjas alapszervezeteket is szeretnénk megszólítani és felvenni velük a kapcsolatot. Az ügyfélfogadásunkon is, a szolgálatunkon van kérdőív kitöltésére lehetőség, és hát pozitívan vesszük az első benyomások alapján a fogyasztóknak a részvételét. Látszott valami foltocskát, vagy hogy mondjam, talán ilyen foltszerűt látunk? Mikroszkópon át a saját szemükkel nézhették meg a kéti óvodások, milyen fonálférgek találhatók meg a szüretlen vízben. Aztán azt is szemügyre vehették, hogy néz ki a már megtisztított ivóvíz. Ezek a felvételek már kéten a helyi óvoda udvarán készültek. Szabadtéren továbbra is biztonságosan lehet felhívni a gyerekek figyelmét a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságára. Néhány méterrel arrébb pedig az ivóvízzel kapcsolatos ügyességi vetélkedőn próbálhatták ki magukat a kéti gyerekek. Ebben az intézményben nem csak most, hanem minden napon nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekek már a legfiatalabb korban elkezdjenek megismerkedni a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságával. A vízünk az szűrt víz, abból isznak a gyerekek. Ott a csapnál elmondtuk, hogy addig töltjük csak, ameddig megisszuk, tehát ne öntsünk ki vizet. Amikor kezet mosunk, akkor is mielőtt beszappantozzuk, megvizezzük, de elzárjuk a csapot, szappanozunk, és utána nyitjuk ki újra a vizet, hogy fölöslegesen a szappanozás alatt ne folyjon a víz. Ők ezt nagyon tudják már, erre gondot fordítunk, mivel nagyon fontos a víz. Az Erőv ZRT az ivóvizet népszerűsítő kampányát kifejezetten a gyerekek életkori sajátosságaihoz állították össze. Vizet szeretnénk népszerűsíteni, a csapvízfogyasztást, az ivóvíz vízbázisok védelmét, ami ugye az utókornak is nagyon fontos lesz. A vízszolgáltató cég munkatársai a következő hónapokban minél több hasonló programot akarnak megvalósítani. Maga a kisgyermek is formálja otthon a szüleit, illetve a nagyszüleit is, mert van rá olyan példa, hogy akkor otthon elmondta, hogy apa, anya az óvodában már ez volt, és akkor zárjuk el a vízcsapot, kevesebb vizet fogyasszunk, más dobjunk be a szennyvízbe, és ez már megérte. Az Erőv ZRT munkatársainak a célja, hogy valamennyi településre eljussanak hasonló programokkal, ahol a cég ivóvizet szolgáltat. 11 szakképesítést lehet szerezni a technikumon belül a Tolna megyei SC Ady Endre Technikum és Kollégiumban. A tanulmányi idő 5 év. Olyan szakmákat lehet elsajátítani, mint az erős áramú elektrotechnikus vagy éppen a kozmetikus technikus. Utóbbi, miként a szépészeti képzések általában, igen népszerű a tanulók körében. Zajlik a kozmetikus képzés a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumban. A tanulók egyik fele sminkelni tanul, másik fel az arc megtisztításának módját sajátítja el. Az iskolában kétféleképpen lehet kozmetikusnak tanulni. Egyrészt érettségit követően. Ekkor fél évig tart az alapképzés, majd az alapvizsga következik. Azt követően választhatják ki a szakmát. Így tett Pilisi Réka is. Nagy álma volt, hogy kozmetikusnak tanuljon. Szeret sminkelni, masszírozni, és mindig érdekelte a szépségipar, az új kozmetikai kezelések. Már nagyon régóta érdekelt, nagyon szerettem sminkelni, ez mindig is érdekelt, és aztán a mostani osztályfőnökömtől tájékozottam, hogy hogy is van ez a képzés, mi szükséges ide, és aztán úgy döntöttem, hogy jelentkezek ebbe a suliba. Az iskolában az 5 éves technikumon belül is lehetőség van kozmetikusnak tanulni. A 10. évfolyam végén határozhatnak a diákok arról, hogy kozmetikusnak, fodrásznak vagy kézápolónak tanulnak-e tovább. Esetleg váltanak szakképző iskola, illetve a gimnázium felé. Fél évig, érettségi utáni képzésről, ha beszélünk, akkor körülbelül fél év az az időszak, amikor alapképzésben vesznek részt a tanulók. Utána alapvizsgát tesznek, és utána választja
számára alkalmas szakmát. Az alapvizsgának ugye az a lényege tulajdonképpen, hogy kiderüljön, hogy melyikhez van igazából kedve, tehetsége, kézügyessége a tanulónak. Az érettségis rendszerben azt jelenti, hogy 9/10-ben alapvizsgáznak a gyerekek, vagyis 2 év után fogják ezt a megmérettetést megcsinálni, és utána kell szakmát választaniuk. Talán egy kicsit érettebbek lesznek 10-ben, mint ugye 8. után, amikor már el kellett dönteni, hogy milyen szakmát választanak. Pálinkásné Szalai Andrea, a képzésvezetője azt mondja, a szépészeti szakmák mindig népszerűek voltak a diákok körében, és jelenleg is azok. Érettségi utáni képzésben 36 tanulónk van, összesen elsős-másodikos képzésben, és a szépészetes osztályoknak is 26-28-as létszámmal működnek. A fodrász is újból elég népszerű lett, hál' Istennek, úgyhogy elég jól állunk a szépészetes szakmákkal. Hát reméljük, hogy minél több tanuló marad meg a szakmában, a szakmaválasztás után is. Mint ismeretes, teljesen átalakította a kormány a szakképzési rendszert annak érdekében, hogy minél többen válasszák azt, és tanuljanak szakmát. A szakgimnáziumok helyett technikumok jöttek létre. Az 5 éves képzés alatt a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Továbbá nyitva áll a továbbtanulás lehetősége is. Az elméletet is szinte a gyakorlattal együtt kell tanítanunk, ami azt jelenti, hogy ugye pont ez a lényege, hogy nem lehet külön választani. Tehát ha gyakorlati anyagot megtanítjuk, például egy bekészítés vagy egy kezelés során, akkor mindjárt annak az elméletét, anyagismeretét, munkavédelmi előírásokat és bármilyen marketing tevékenységet, ami annak kapcsán előjön, tehát tulajdonképpen mindent a gyakorlatra helyezünk. Hát azt tudni kell, hogy a szépészetes tanulók 9/10-ben ezt így biztos, hogy sokkal könnyebben fogják venni, hiszen az elmélet és a gyakorlat szétválasztásánál is nagyon jól látszott, hogy akinek az elmélettel komoly problémái voltak, annak a gyakorlattal nem feltétlenül, sőt, hát ugye a gyakorlatot azért mindig mindenki sokkal jobban szerette. Országos versenyeken, sminkversenyen, pécsi régiós versenyeken mondhatjuk azt, hogy szoktunk nyerni. Aztán tanulmányi elméleti versenyeken, diákolimpián voltunk 2 évvel az előző osztályommal, ahol szintén az egy csapatverseny volt, és első-második helyet hoztunk el, illetve hát tavaly ért az a megtiszteltetés, hogy a Wörz kész válogatóra meghívást kaptam, és 2 tanulóval vehettünk részt, Pilisi Rékával és Kostyán Krisztinával. Nagyon sokat készültünk, sokat tanultak a lányok, nagyon szépen helytáltak a versenyen, tovább nem jutottak sajnos, de az idei Wörz kész válogatóra kvalifikálták magukat. Nagy megtiszteltetés ért, mikor megtudtam, hogy képviseltem az iskolánkat ezen a World Skills válogatón, és hát igazából a felkészülési idő nagyon jól telt, nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem, mint elméletben, mint tapasztalatban is. Hiányzik ez az időszak nagyon. Sok új anyaggal ismerkedhettem meg, mármint kozmetikai anyagokkal, meg nagyon sok gyakorlati új ismeretet is szereztem. A versenynek volt egy része, amikor testmasszírozást kellett csinálnunk. Itt is speciális anyagokkal dolgozhattunk. Aztán kellett egy különleges anti-aging kezelést elvégeznünk, és egy ázsiai témájú sminket készíthettünk el. Aztán egy olyan gyantával kellett gyantáznunk, aminek cukorgyanta a neve, szóval ilyennel még nem dolgoztam eddig, itt ismerkedtem meg a felkészülési idő alatt. Az iskola tanulói már nagyon készülnek a következő megmérettetésre, jelenleg folynak a felkészítő órák. Az idei születi napokat helyettesítő hétvégi rendezvény leglátogatottabb eseménysorozata a Nyitott Pincék akció volt. A Mészáros Borházban 3 borász összefogásával zajlottak a programok.
A szervezők célzottan szexárdi előadók műsorával színesítették a napokat, így felléptek többek között az Alice Cabrez Band és a Bartina Néptánc Együttes tagjai is. A szexárdi születi napokon rendszeresen lépnek fel a helyi kulturális csoportok. Ezt a hagyományt követte a Mészáros Borház udvarán a Nyitott Pincék rendezvény. Történt, hogy három borászat összefogott, és gasztró udvart hozott létre egyfajta kísérletként. Mindenképp szükség van az összefogásra, ugye egyenként kicsik vagyunk, hogyha hárman, négyen összefogunk, akkor már sokkal több mindent tudunk megvalósítani. A rendezvény is úgy jött össze, hogy hárman találtuk ki, illetve hárman valósítottuk meg. Ez azért is jó, mert mindenki hozza a saját törzsközönségét, mindenki beleadja azt, amit tud, tehát valaki a bort szállította ide, valaki a sátrat intézte, tehát így közösen hoztuk létre az egész rendezvényt. Mindenképpen meg szerettük volna tartani a születi fesztiválos hagyományokat, illetve a jövőre való tekintettel ez azért érdekes nekünk, mert ugye a hotel és a rendezvények az egy teljesen más arculata van, és most legalább meg tudtuk magunkat mutatni így egy pici fesztivál jellege, illetve az ételekkel is nem szoktunk mi kitelepülni, hanem ugye inkább az étterembe vagyunk, de most kiálltunk az ételekkel is, és igazából nagy sikert aratott a kitelepülésünk, úgyhogy nagyon örülök neki. Először csak poénkodtunk vele, majd utána elkezdtünk komolyabban foglalkozni vele, és felmerült egy ilyen kis mini fesztiválnak a lehetősége. Alapvetően nem most arra terveztük, tehát ha a születi napok megrendezésre került volna, ezt akkor is megszerveztük volna. Ennek szeretnénk egy tavaszi időpontot keresni, és lehetőleg évente megrendezni. Úgyhogy most viszont ez a helyzet adta magát, és egy picit előrébb kellett hozni. Nyilván azért én úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon biztonságos, jó rendezvényt tudtunk megszervezni. Természetesen azért nekünk ez egy kis próba rendezvénynek is felfogható. Megpróbáltuk a maximumot kihozni a lehetőségeinkből, és az itt a Petéknek a udvarán egy nagyon jó helyszínt találtunk erre a feladatra. Nem egy túl nagy létszámú rendezvényről beszélünk, tehát egy ilyen 250-300 főig alkalmas a hely arra, hogy jól érezzék magukat az emberek, de ez pont arra elég, hogy aki jól szeretne szórakozni, jó borokat kóstolni, az itt megtalál minket. Ilyenkor közelebb kerül egymáshoz a borász és a fogyasztó, és ez egyfajta felmérési lehetőség is arra, milyen fajták, milyen borok nyerték el a közönség ízlését, mondta Mészáros Péter. Minden nagyon fontos a személyes kapcsolat a vásárlók, ez visszajelzés is, melyik ízlik jobban, mi tetszik az embereknek, és hát a vendégeknek is az, hogy milyen a borász, akitől a bort issza, ez nagyon fontos. Ezt már nagyon régóta csináljuk, rengeteg borkóstolónk van. Ez a legjobb marketing igazából, tehát az a legjobb az, hogyha ide jönnek, megnézik a pincét, beszélnek személyesen a borásszal, itt kóstolják meg a borokat, úgyhogy ezt mi már régóta csináljuk, ezekkel a fesztiválokkal pedig egyszerre egy szélesebb közönséget tudunk megragadni. Tudunk együtt gondolkozni, nagyjából egyformán látjuk a világot, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindig ugyanazt kell gondolnunk. Nagyon jó működik az a dolog, hogyha mondjuk egy adott dologról háromféleképpen gondolkozunk, megbeszéljük, és a végén egy olyan kompromisszumos megoldás vagy ötlet jön elő belőle, ami mindenkinek jó. Nem csak nekünk, hanem magának a borvidéknek, vagy akár a városnak is. A rendezvény támogatói között volt a TAD Kft. Is, aki számos hasonló kezdeményezés mellé állt már. Ahány településen mi szolgáltatunk, ott mindenhova, bármilyen kicsi rendezvényt is támogatunk. Tehát nem csak a nagy rendezvényeket támogatjuk, én körülbelül minden napom úgy telik, hogy az aláírandók mellett legalább 2-3 döntést hozok támogatásokról is. És ebbe nagyon sok olyan támogatás van, ami kicsi. Tehát 20-30 ezer forintok, egy-egy falunap, vagy egy-egy bármilyen más rendezvény, ami éppen egy óvodás bál,
ahova éppen ajándéktárgyakat adunk, vagy tehát nem is mindig az anyagi jellegű a támogatás, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen ahonnan mi pénzt állózunk, akkor szeretünk vissza is adni. És én azt gondolom, hogy hát Szekszárd az ős hazánk, 30 éves a cég, ebben az évben nekünk mindent támogatni kell. Persze, sajnálatos módon ez a vírus azért sok mindent félbeszakított ebbe az évbe, de gondolom azért a lehetőségeinkhez képest, illetve amit megengednek a szabályok, azokat próbáljuk mi is feszegetni. A látogatók megvették a borászok ötletét, a borház kertje a jövőben újabb rendezvények helyszíne lehet, mondták a borászok. 2020 teljesen átírta az esküvőipar számításait, míg az év első 3 hónapjában még rekordok dőltek meg a házasságkötések számát illetően, azóta szinte hónapról hónapra változnak a lakodalmak megtartására vonatkozó feltételek, emiatt folyamatosak az áthelyezések, lemondások. A nehéz időszakot a Tolna megyei esküvőszervezők összefogással próbálják túlélni. Míg már a tavalyi évben is esküvőbumról beszéltek Magyarországon a statisztikusok, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020. januárja és márciusa között megduplázódott az esküvők száma 2019 első negyedévéhez képest. Ez egészen pontosan 6168-al több házasságkötést jelent márciusig. Aztán jött a karantén, ami teljesen átírta az idén házasodni vágyó párok, és természetesen az egész esküvőipar számításait. Több szolgáltató maradt teljesen munkanélkül. A nehéz időszakok leküzdése azonban együtt könnyebb lehet, ezért fogtak össze Tolna megyei esküvőszervezők, és hoztak létre egy közös projektet, melyben a ruhakészítőtől a fodrászon és a sminkesen át a szertartás vezetőig mindenki szerepet kapott. Hát az alapkoncepció az onnan indult, hogy én, mint cukrász, szerettem volna a tortáimat lefotózni, és mi a Cseri Zsófival, aki esküvő szervező és dekoros, már nagyon régóta ismerjük egymást, volt is már egyéb dolog, amiben együttműködtünk, és gondoltuk, hogy akkor most is csinálhatnánk egy ilyen megmozdulást, és jöttek szépen sorjába a szolgáltatók. Tehát gondoltuk, hogy akkor, mivel ő esküvőszervező, én cukrász vagyok, ez egy mindkettőnknek egy szívecsücske ez az ügy, és végül is így jött a koncepció, hogy akkor legyen az, hogy összehozzuk ezeket a szolgáltatókat, hiszen a mennyasszonyoknak manapság nagyon nehéz dolguk van. Rengeteg szolgáltatóval állnak szemben, nem tudják, hogy kit választanak. Így köztünk ez a 8 fő, aki most összejött itt, lehet válogatni, hogyha valakit szeretnének, akkor mégis van egy referencia kezünkben. Ez egy ilyen érdekes dolog volt, mert egyikünk sem készült föl szerintem erre, hogy így egyszer csak hirtelen relatív nagyon kevés munka nélkül maradunk. Mindketten kezdő vállalkozók voltunk még tavasszal, és tényleg egy elég érdekes helyzet alakult ki azáltal, hogy mintha elvágták volna a megrendeléseinket, nekem nem volt annyi torta megrendelésem, Zsófinak kevésbé pörögtek a dekorok, és mivel ő ugye rendezvényszervező, esküvőszervező, tehát egy egész esküvőt bonyolít le, így konkrétan, mivel megszűntek az esküvők, teljesen munkanélkül maradt. Nekünk egy közös marketing tanácsadónk van, és ő ajánlotta nekünk, hogy ezeket az időszakokat, amikor nem tudunk feltétlen aktívan dolgozni, akkor is töltsük ki, és találjunk ki különböző projekteket. És így jött az első projektünk, egy anyáknapi projekt, ami hatalmasat robbantott. És azt hiszem, hogy akkor mondhatom azt, hogy újra elindult mindkettőnknek valami, és így mindketten kihúztuk a másikat végül is ebből a csávából, és eszméletlen jó volt együtt dolgozni. Tehát jöttek csak az ötletek, sziporkáztunk, tudtuk, hogy nem ez lesz az első és az utolsó projektünk együtt, és végül is így jött ez a mostani is, amiről már beszélgettünk, hogy mivel az esküvőszervezés tényleg mindegyikünknek a szívecsücske, ő neki nyilván a szervezői részről, én nekem a cukrász részről, így gondoltuk, hogy akkor most ez kerül megvalósításra. Ebben az időszakban is szeretnénk azt, hogy ne álljunk tétlenül, hanem dolgozzunk, és a kreativitásunkat ugyanúgy ki tudjuk fejezni, hiszen bár most úgy néz ki, hogy talán megint nem fognak esküvők létrejönni mostanában, de szerintem a jövőre a mennyasszonyok mindenképpen megnézik, hogy kiket tudnak választani.
Ilyenkor nagyon sokan elkeserednek, de ilyenkor nem elkeseredni kell, hanem meg kell találni a megoldást. Dolgozni kell önmagunkon, dolgozni kell a vállalkozásunkon, dolgozni kell azon, hogy mit szeretnénk a jövőbe, terveket készíteni. Tehát nyilván ilyenkor kevesebb a munka, de ilyenkor azt gondolom, hogy kicsit befele kell fordulni, megnézni, hogy hogyan lehetünk jobbak, és hogy mivel válhatunk jobbá, mivel adhatunk többet az embereknek, akikkel foglalkozunk. A lakodalmukat elhalasztani kénytelen párok pedig kihasználhatják az időt arra, hogy újabb szolgáltatókat ismerjenek meg, akikkel valóban megtalálják a közös hangot, és segítségükkel a nagy nap valóban olyan lehet, amilyennek azt megálmodták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!